Sedum Spurium a kaukázusi varjuhányok egy nagyon szép telepét láthatjuk itt most. Itt egy Pinus mugu, egy törpefenyő, különböző hamis ciprusok, menták, mindenféle bergéniák, fantasztikus kis örökzöldek között. Tulajdonképpen egy ilyen sziklakert részén van kiültetve, pahiszandrák, borostyának, mindent. És ez a Sedum Spurium, ez a kaukázusi varjuhány, ez nagyon szépen így belenőtt itt a borostyánba, vagy inkább a borostyán nőtt bele, de mindegy, ez, mert ez valami olyan fantasztikus, szép, zöld, élénkzöld és sötétzöld elegyet alkot, ami azt gondolom, hogy egészen-egészen egyedülálló. Annyira egyszerű növény ez a kaukázusi varjuhály, hogy sokszor nem is beszélünk róla, hát mit nem lehet ezen értened, mindenhol ott van, sírokat kiválóan lehet vele például befutatni. Igazából télen, ilyen tavasz végén, nyáron én szokott virágozni, és télen gyakorlatilag az alsóbb, idősebb levelék azok így lefagynak, nagyon jól tudja a visszanyírást, lehet szaporítgatni otthon, és kérem szépen, amit nagyon kevés növényen lehet megcsinálni, tökéletesen alkalmazkodik a talajhoz. Itt körbe lehet növeszteni őt egy ilyen szép kővel, vagy sziklán, szikla körül, meg lehet vágni, meg lehet nyírni, úgyhogy tényleg ezzel a kaukázusi varjuhállyal azt csinálunk, amit akarunk, de leginkább sziklakertek és más növények által nehezen benőhető sarkok, ficakok, helyeket lehet vele nagyon szépen bezöldíteni. Úgyhogy hát akinek kedve van ilyen kaukázusi varjuhályt ültetni, az négyzetméterenként egy 4-6 darabot, hogyha ültet, akkor egészen biztos, hogy még abban a tárgyében, még abban a vegetációs időszakban tökéletesen be fogja tudni fedni a talajt. Nézzék ezt még egyszer végig, csodálkozzanak rajta és legeltessék rajta a szemüket, hogy mennyire fantasztikus, amikor ilyen gyönyörű, szépen egybefüggő, átláthatatlan, áthatolhatatlan zöld szőnyeget alkot ez a Sedum Spurium.